Azért nem szeretek annyira egyébként TBR videókat csinálni, mert legtöbbször nem tudom, hogy mi a sztori a könyvnek, és így mindig kicsit úgy érzem magam, hogy csak így, áh, igen, itt van ez a könyv, aztán jó, kövi. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban sárkányos könyvekről lesz szó, mint ami nemrég már egy ideje volt egy könyvajánlóm. Ugyanis a sárkányos könyvajánlós videómban említettem, hogy van egy egész TBR-om, meg egy egész TBR polcom sárkányos könyveknek dedikálva, úgyhogy ma néhány könyvet fogunk megnézni erről a polcról, magyarul a sárkányos TBR-omat fogjuk átnézni. Nem minden könyvet fogok megemlíteni ebben a videóban, ami fönn van azon a polcon. Főként azokat fogom, amik meg is vannak, és úgy TBR-osak, meg amik még így a leginkább prioritásos sárkányos TBR-os könyveim, amikről egy nagyjából fogalmam is van, hogy mi van bennük. Úgyhogy nézzük! Kezdem is azzal, hogy összefoglalom újra, tehát, hogy mitől számít nekem egy könyv sárkányos könyvnek, mert nem elég az, hogy van benne sárkány. Nekem az lenne a lényeg, hogy valamit sárkányos könyvnek mondjak, hogy a könyv java részében jelen van egy adott sárkány, tehát, hogy valami fontos szerepe van a történet szempontjából, meg nem csak 10 percre ugrott be a cselekménybe, és aztán el is tűnt, tehát, hogy ott van, jelen van, aktív szereplője a résztvevőnek, ha még ezeken felül beszél is, vagy konkrét szereplő, akkor annál jobb. Hogy hozzak egy példát, hogy mi nem sárkányos könyv, pont most olvastam a Norvakációját, amiben itt van Yulmur Jack, a kis sárkány, aki benne van a könyvben, és még beszél is, tehát lehetne azt mondani, hogy Matilda, ez akkor sárkányos könyv? Nem, mert sajnos Yulmur Jack kb. Csak 10-15 oldalon jelenik meg a könyvből, azon sem minden képkockán, úgyhogy így ez nekem nem számít sárkányos könyvnek, mert igazából nagyon cuki, nagyon szerettem a karakterét, de az összességében nézve nem sok lényeges szerepe volt annak, hogy ő egy kis sárkány itt ebben a sztoriban. Nagyon cuki volt, nagyon szerettem tényleg, de nem tudom egy sárkányos könyvnek titulálni. Yulmur Jack megjelent, volt szerepe, és aztán soha többé nem beszéltünk róla. Innentől ez nem volt sárkányos könyv. Van benne sárkány, de nem sárkányos. A kettő nem ugyanaz. És nézzük, mi szerepel akkor a TBR-omon. Igazából nyilván nem tudom mindegyikről, hogy biztos sárkányos-e, mert hogy azután fogom tudni ezt konkrétan megállapítani, hogy nekem sárkányos könyvnek számít, nekem miután elolvasom őket. Vannak tippjeim. Jó, és a molyos polcom szerint fogok haladni, mert szerintem úgy lesz a legegyszerűbb. És én sem keveredek össze. Az első könyv az a The Wingfeather Saga, ami Andrew Petersontól a Sötétség sötét tengerének peremén, ami megvan már, de nem tudom mutatni, mert az a pesti polcomon van. Nem tudom, hogy ebben mennyire vannak sárkányok. Rajta van a sárkány címke, de nem tudom, hogy mennyire lesz sárkányos könyv konkrétan. Ez a könyv így, azt sem nagyon tudom elmondani, hogy konkrétan miről szól, mert igazából annyit tudok róla, hogy ez is egy ilyen gyerekkönyv, fantasy, és tudom, hogy illusztrált. De hogy mi a sztoria konkrétan, azt nem tudom. És nem tudom, hol fognak bejönni benne a sárkányok, ha bejönnek. De mivel a gyerekkönyv, könnyen és gyorsan kideríthető lesz a dolog. A második könyv ezen a listán a Tűzszülötte Rosaria Mundától, amit Fanni olvasott a Fanni kuckójától, meg Andi olvasott az Andi kiskönyves világától, és mindketten azt mondták, hogy nagyon jó könyv. És ezt tudom, hogy sárkányos, mert ilyen sárkánylovasok vannak benne, tehát eléggé aktív szereplői a sárkányok a sztorinak. Ilyen státuszszimbólumok talán, ha jól emlékszem, azt mondták. Mindkettőjük ajánlóját megnéztem, és nagyjából tudom, mi történik abban a könyvben. De már annyira nem, mert az is egy ideje volt, szóval, hogy így nagyon érdekel az a könyv engem, és az nem gondolom, hogy nem jutna be a sárkányos könyvek polcomra, mert ugye van egy sárkányos könyvek polcom, meg egy sárkányos könyvek TBR polcom, és így, ha átjutnak, akkor átjutnak a sárkányos könyvek polcra. Ez biztos átjut, mert itt a sárkányok eléggé nagy részét képezik a történetnek. A következő a listán Kleinhans Csillától az Üveghegy, ami szintén Pesten van. Ugye az Ólomerdőt úgy tettem fel a sárkányos könyvajánlomba, hogy vannak benne sárkányok, ott még említés szinten, de nekem azt mondták, hogy a későbbiekben sokkal sárkányosabb lesz, szóval egyelőre az Ólomerdő trilógiának ilyen előre megszavazott bizalmi helye van a sárkányos könyves polcomon, de én úgy tudom, hogy most már jobban be fognak jönni a második, harmadik részben, és akkor én is azt fogom tudni mondani nyugodt lélekkel, hogy sárkányos könyv tényleg.
elég sokat voltak emlegetve egyébként a sárkányok, meg a sárkányok vére az első kötetben is, de ez még mindig nem egészen elég ahhoz, hogy teljes mértékben nyugodt szívvel azt mondjam, hogy sárkányos könyv. Úgyhogy kéne olvasnom a második részt, az Üveghegyet. Tudom, rossz vagyok, tudom, kéne olvasni. Nyilván így a sárkányos TBR-on rajta van a második, harmadik része is az Ólomerdőnek. Végre tudok mutatni könyvet! A következő Liz Flanagan-től a Sárkánylány, amit valamelyik karácsonyra kaptam anyáméktól, ezen van egy sárkány. És az a címe, hogy Sárkánylány. Fogalmam nincs, mi történik ebben a könyvben, hogy úgy őszinte legyek, soha nem olvastam el a fülszövegét. De ez elég meggyőző ahhoz, hogy azt mondjam, hogy hát ez valószínűleg sárkányos lesz. Azt tudom, hogy apa azt hiszem már elolvasta, és nem igazán szerette, szóval nem pontosan tudom, mi lesz benne. Ha jól látom, a sárkánnyal beszélnek benne. Legalábbis vannak ilyen döltbetűs párbeszédek, és az mindig az szokott lenni, mikor valakivel kommunikálunk. Nem tudom, hogy mikor fogom sorra keríteni egyébként ezt a könyvet, mert tényleg annyira nem tudom, hogy miről szól konkrétan. És erre lehetne azt mondani, hogy elolvashatnám a fülszöveget, de egy csomószor a fülszöveg se ad túl sok infót arról, hogy miről szól egy könyv. A következő szintén úgy tudom, hogy rendesen sárkányos könyv, ez a Serafina Rachel Hartmantól, ennek megvan a második része is, és ezt még a tavalyi könyvhéten szereztem Nalinától. Valami olyasmi van, hogy sárkányok... Nem tudom, hogy alakváltó sárkányok vannak-e pontosan benne. Élő emberek és sárkányok közötti bizalmatlanság. Tehát valami ilyesmi. Ezen is van sárkány, meg a fülszöveg alapján is teljes mértékben azt gondolná az ember, hogy sárkányos könyv, hogy kíváncsi leszek. Meg van a második része is, úgyhogy majd ezt is kéne olvasni. Nyilván mindent kéne olvasni. Egyre jobban érzem egyébként, hogy ez a könyv is engem így hívogat valamiért most, így folyamatosan ránézek a polcra. Meg azt hiszem, ezt a könyvet régebben is nézegettem, és még egyszer tudom, hogy valamikor talán akciós is volt a kiadónál, és akkor így, vagy valahol akciós volt, és tudom, hogy Zsófi még külön mondta is nekem, hogy szerinte nekem ez a könyv tetszene, csak a második része volt talán akciós, nem az első. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok erre a könyvre is. Ezt is olvasta apa, de már nem emlékszem, mit írt róla. Lehet, nem akartam magamnak elszpoilerezni. Ja, és mivel megvan a második része, nyilván a második része is TBR-os. Ugye olvastam a Tea Dragon Society-t, ami abszolút sárkányos képregény. Ennek is a második, harmadik része fönn van a TBR-os listámon, de azok eléggé bizonyítottan sárkányosak lesznek, szóval annyira nem ilyen kiderítendően sárkányosak a könyvek. Volt egy időszakom, amikor rájöttem, szerintem az is ilyen, így neved a sárkányodat olvasás környékén lehetett, és így felszabadultam Goodreads-re, és gyakorlatilag mindenem végigmentem, amit így hirtelen ennyibe találtam, és sárkányos könyv volt. És kifejezetten kerestem őket. Szóval van a várólistámon egy rakat sárkányos könyv, amin sárkány valahogy benne volt a fülszövegben, a borítón, a címben, és én fölraktam várólistára, de igazából fogalmam sincs, hogy mi történik az adott könyvekben, vagy mi lenne a cselekményük. Úgyhogy mondok ezekből egy párat. Az egyik a The Last Dragon Slayer Jasper Forttól, akitől egyébként olvastam a Monokrómot, ő írt egy ilyen könyvet, van sárkánya borítón, meg az a címe, hogy Dragon Slayer, és nagyon régóta tudom, hogy TBR-os, mármint hogy várólistás nekem ez a könyv. Mert ezek még most olyanok, amiket most mondok, amiket még azelőtt tettem fel kb. Várólistára, hogy elkezdtem volna a YouTube-ot, ha jól emlékszem. De mivel összefolynak az évek, lehet, hogy hazudok. Aztán Adrian Woods-tól a Firebolt, ami szintén ilyen, hogy sárkány van a borítón, meg nagyon sárkányos vibe-okat ad ki a borítója, meg a címe, de hogy miről szól, abszolút fogalmam sincs. Ezért az a baj az ilyenekkel, hogy... Azért fogom tologatni a végtelenségig, mert nem emlékszem már, miről szólnak, tehát így mindig ők, hogy ránézek, és így aha, oké, fönn van a TBR-omon, de hogy mikor fogom elolvasni, ki tudja. Aztán Anthony Ryan-től az Ébredő tűz, ami megjelent már magyarul is, és ennek is van egy sárkány a borítóján. De ez azt hiszem, ez ilyen übervastag könyvről beszélünk. Igen, majdnem 700 oldalas könyvről, szóval. Nő, azt sokára fogom elolvasni, az is biztos. Na, a következő végre olyan, amit kicsit jobban tudok mondani, az A Natural History of Dragons. Ezt is nagyon, nagyon régen kinéztem, mert szerintem még annó Instán láttam egy posztot, ami
ami csak így a borítóról volt, és ennek a sorozatnak nagyon szép a borítója. Szóval azt hiszem, hogy valami olyasmi, hogy ilyen kicsit ilyen kutatásos talán a sztori, mert hogy nem tudom, fogalmam sincs. Ez egy egész hosszú sorozat egyébként. Annyit tudok róla, hogy fantazi. Szintén. Nyilván benne vannak a sárkányok, nyilván fantazi lesz, tehát nem tudom, miért mondom ezt el, de hogyha már fantazi, akkor valószínűleg rendesen lesznek benne a sárkányok, nem csak úgy, hogy valaki ilyen sárkánytanulmányozós, nem tudom pontosan. Szintén Rachel Hartmantól. Micsoda összefüggéseket fedezek most föl. Szintén Rachel Hartmantól, nem tudom, hogy ez ugyanaz a Rachel Hartman-e, a Tess of the Road. Ennek úgy rémlik, hogy valami olyasmi a sztoria, hogy ilyen road trip-szerű nekem, hogy valaki megy valahova és megy vele egy sárkány. De lehet hülyeségeket beszélek. A sárkányos TBR polcomnál nagyon visszatérő elem az, hogyha van sárkány a könyvborítón, akkor lehet, hogy azért van fönt a TBR polcon. Nem azért, mert tudok bármit is arról, hogy mi történik abban a könyvben. Igen, igen, tehát hogy na, emlékeztem, hogy valamiért elindul, hogy, mert hogy ilyen középkorban játszódó sztori, és akkor ő nem akar a tipikus női szerepbe belemenni, és akkor ő egy elindul, és mellé szegődik ez a sárkány. Na, ennek még úgy tűnik emlékeztem is a sztoriára. A következő, Lysia Troisi, lehet, hogy megöltem ezt a névkiejtést, a sárkánylány szintén, de ez egy másik sárkánylány. Ezt a könyvet, ez egy ilyen régebbi kiadású olasz, ugyanilyen gyerekkönyv sorozat, viszont én ezt Borkánál láttam életemben először, és Borka azt mondta, hogy ő nagyon szerette ezt még kisebbként, és sárkányos gyerekkönyv olasz szerző el lett nekem adva azonnal ez a könyv. Ilyen 2000-es évek elejé, azt hiszem, és ez is egyébként viszonylag hosszú, abban reménykedem, hogy majd úgy tudom elolvasni, hogy hát ebben van az itthoni könyvtárban. A következő egy Kelly Barnhill kötet, aminek az a címe, hogy When Women Were Dragons, és itt valami olyasmi a sztori, hogy a nők eltűnnek, nem is úgy tűnnek el, hogy sárkányokká változnak, valami ilyesmiről szólt a fülszövege. Én nagyjából ennyit fogtam föl arról, hogy mi a történet a fülszöveg alapján, és ennek is nagyon szép borítója van, ezen nincsenek sárkányok, de nagyon szép a borítója, és én Kelly Barnhill-től olvastam a Lány, aki holdfényt ivottat, és abban is volt egy nagyon kedvenc sárkány szereplőm. Nem tudom, hogy itt mennyire lényeges ebben a könyvben konkrétan az, hogy a szerep, hogy sárkányokká változnak a nők, és hogy ez mennyire aktív részt a sztorinak, de majd kiderül, ha elolvastam. Következő a Samhain aratása Jose Antonio Cotrinától. Hát ennek a második rész elején van egy sárkány, és rajta van a sárkányos címke Mojón. Még nem olvastam, viszont spanyol szerző, úgyhogy nekem kéne ez barangoláshoz. Olyasmi a sztoria, hogy minden évben ennek a Samhain aratáskor valami lányokat és fiúkat kéne feláldozni. Igen, 12 fiatal gyűjtenek össze, hogy feláldozzák. Valami ilyesmi a kiinduló pontja a sztorinak. Még nem olvastam, de nagyon kéne. Nagyon-nagyon kéne ezt a könyvet olvasnom. Azután szintén ilyen, hogy fogalmam sincs, mennyire vannak benne sárkányok, de rajta van a sárkányos címke, az Patrick Rothfusstól a Szél neve. Mivel ez egy igen vastag fantasy kötet, itt van az a sanda gyanúm, hogy ez a sárkányos dolog, én elhiszem, hogy vannak benne sárkányok, csak nem tudom, hogy a sztori mekkora részét teszik ki a sárkányok. Ez a könyv mindig nehéz. Viszont most nagyon nem érzem a hosszú könyv vibe-okat, mert letoltam a Devabádot, és most így igyekszem rövidebbeket olvasni, mert ahhoz van kedvem, úgyhogy ezt még nem most fogom olvasni. Ugye, ezt átugrottam. Oké. És az utolsó könyv most a mai videónkban, az utolsó nem szarak lesz Kristen Cicerellitől, biztos, hogy nem így kell szerencsétlen nevét kimondani. Ami szintén egy olyan könyv, hogy nagyon még jóval azelőtt a várólistámon volt, hogy le lett fordítva magyarra, és szerintem ezt is akkor tettem várólistára, amikor nagyon kerestem a sárkányos könyveket. És ez azt hiszem, ez egy trilógia. Belül is van benne sárkányunk. Szóval ez az még, ami így jobban benne van a radaromon, hogy sárkányos könyv, és akkor ezeken kívül még van a polcomon több könyv is, főleg a sárkányos könyves ajánlom után még ajánlottatok nekem más sárkányos könyveket, de ezek azok, amik így úgymond a prioritásom elsődlegesen az polc elején vannak gyakorlatilag, és azért majd ahogy sikerül őket olvasnom, hogy szépen ha megfelelnek a kritérium rendszeremnek, akkor átkerülnek a bizonyítottan sárkányos könyvek polcra.
És ezek közül szerintem a legelső az kb. Vagy Kleinhans csillagkönyve lesz, amit olvasok legközelebb, vagy a Sötétség sötét tengerének peremén. Azért nem szeretek annyira egyébként TBR videókat csinálni, mert legtöbbször nem tudom, hogy mi a sztoria a könyvnek, és így mindig kicsit úgy érzem magam, hogy csak így, áh igen, van ez a könyv, aztán jó, kövi. Mert hiába olvasom el a fülszöveg alapján nem szoktam tudni átadni, hogy hát igen, így miről szól az a könyv, hogy van egy szereplő, és az elmegy valahova, meg csinál valamit, meg valószínűleg meg kell menteni a világot. Vannak bennük sárkányok, itt nagyjából ez az, ami ilyen biztos pont volt. Na mindegy! Szóval nagyjából ezek lennének így a következő sárkányos sztorik, amiket olvasok, de hát ugye közben bármikor beugorhat egy random könyv is, amiben megjelennek sárkányok, és kvalifikálja magát a mezőnyben. Úgyhogy nagyjából így néznek ki a sárkányos TBR-om egyik fele, mondjuk azt, és hát majd szeretnék haladni vele, mert nagyon kíváncsi vagyok több könyvre is nyilvánvalóan ebből a listából, hogy milyen. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!